Róna Péter közgazdásszal folytatjuk. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez egy sommás megállapítás a Róna Péter közgazdász, mert hát tulajdonképpen már majdnem LMP-s politikus, már majdnem LMP-s miniszterelnök jelölt, már majdnem sok minden volt ebben az országban. Én is kérdeztem már, hogy akar-e gazdasági miniszter lenni, lenne-e miniszterelnök. Nem is volt az LMP tagja? Nem. Nem is kapacitálták, hogy lépjen be? De kapacitáltak, de én nem így képzelem el az én társadalmi szerepet Magyarországon. De mégis melléjük állt, már most ott hagyta őket. Persze, hogy melléjük álltam. Én úgy láttam, hogy az ország óriási bajban van, óriási veszélyben van, és én meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon fontos. Mikor látta úgy, az fontos? Mi volt? Hát én most már egy jó néhány éve növekvő baj, növekvő veszélyhelyzetet észlelek. Ez az ezredforduló után kezdett lassan kialakulni, és az utóbbi 2-3-4 évben ez nagyon-nagyon felgyorsult. Az utóbbi 2 évben kifejezetten felgyorsult. Tehát folyamatot látott, és volt egy pont, amikor igen. Úgy gondolta, hogy ebbe be kéne lépnie, és valamit meg kéne próbálni tenni. Igen, igen. Tehát én úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon fontos az Orbán kormányt leváltani, de ebben a kialakult helyzetben az, ami létrejött, az a kezdeményezés erre a célra, valójában hiányosságokban szenved. Miért nem beszélt többet politikáról korábban? Ugye például nekünk is itt rendszeres vendégünk volt, mindig nagy örömmel fogadtuk, de mindig szakpolitikai kérdésekben, konkrétan gazdaság, IMF, egy Matolcsi döntés, az unortodox gazdaságpolitika, ilyen ügyekben kérdeztük, és most itt az utóbbi hetekben nyilvánult meg konkrét közpolitikai ügyekben, pártpolitikai kérdésekben. Miért nem beszélt ezekről korábban? Mert én úgy véltem, és szeretném ismét úgy vélni, hogy a politikai, pártpolitikai kérdéseket meg fogják oldani, kezelni fogják azok, akik erre szakosodtak. Én nem erre vagyok szakosodva, én a közgazdaságra vagyok szakosodva, a gazdaságpolitikára. Tehát nem az én asztalom, úgymond. De kialakult egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet az általam nagyra becsült és nagyon tisztelt és nagyon szeretett LMP számára a Bajnai Gordon kezdeményezése folytán. Az egy jó indulatú kezdeményezés volt, most úgy látja-e, vagy úgy látja, hogy első indulatban szinte megfogalmazta, hogy konkrétan az LMP felmorzsolására irányuló szándék volt mögötte? Az egyik nem zárja ki a másikat. Tehát én az LMP kongresszusán azt mondtam, hogy én üdvözlöm, örülök Bajnai Gordon szerepvállásának, és hogy a színpadra lépett, és őszintén szóval remélem, hogy sikerrel jár a kezdeményezése. Más kérdés, hogy ez a kezdeményezéshez az LMP-nek mi köze van? Mi ebben az ő szerepe? Hát talán az, hogy az LMP nélkül lehet feltételezni, aztán vagy igaz, vagy nem, Bajnai Gordon kezdeményezése nem lehet sikeres, hiszen össze kellene fogni az ellenzéki erőket. Na most véleményem szerint itt egy szerkezeti hiba van a Bajnai Gordon kezdeményezésében, mert egy mozgalommal nem lehet összefogni. Tehát egy parlamenti demokráciában a parlamentet, a választásokat nem mozgalmak nyerik, hanem pártok. A kormány leváltásához nem mozgalmak kellenek, hanem pártok. De hát erről ők még nem késtek le, hogy ha úgy akarják, akkor azzal alakuljanak. Én azt mondtam, és továbbra is azt mondom, hogy én támogatok mindenféle párbeszédet és tárgyalást pártokkal, de nem látom, nem értem az értelmét az ilyenfajta tárgyalásoknak egy mozgalommal. Be sincs jegyezve, ki tudja, hogy micsoda, egy amorf. Na jó, de hát a szerepvállalókat a mozgalom mögött azért lehet ismerni. Tehát Szigetvári Viktorról, Aszkó Péterről, Bajnai Gordonról, Felcsuti Péterről lehet tudni, hogy kik. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ahhoz, hogy a kormányt leváltsuk, szükségeltetik egy választási győzelem. Egy választási győzelem szükségeltetik egy vagy két vagy három győztes párt. Győztes párthoz szükségeltetik egy szerkezet, aminek mentén az emberek elmennek arra a pártra szavazni. Mozgalomra nem lehet szavazni. Na most ezt a feladatot, hogy létrejön az a szerkezet, ami ezt az eredményt hozza, egy mozgalom tevékenysége nem igazán szolgálja. Tehát itt és lehet, kimondták volna magukról, hogy ők egy párt? Más, egészen más tétel. De és hát mint, ez, hogy tegnap nem fából is... vaskarika egy kicsit? Hát bármikor kimondhatják, hát át de miért nem mondják ki? Hát talán azért, mert egyáltalán nem biztos az, hogy az a megfelelő forma, hogy ők maguk legyenek egy párt, lehet, hogy egy szövetségben kellene indulni a választáson. Mit tudom, én most mondok valamit, aztán lehet, hogy pontosságot mondok, egy MSZP-LMP együtt 2014 választási szövetség. Ilyen nincs.
választási szövetséget pártok hoznak létre. Ha ő nem párt, ilyen szövetségről nem lehet beszélni. De átalakulhat. Na jó, de, jó, értem. Tehát legyen előbb de, párt, és bocsánat, akkor van miről tárgyalni. Nem, átalakulhat. Szorít az idő. Nincs olyan sok idő. Ahhoz, hogy ezt rendesen megszervezzük, ugye? Másképp gondolt volna erre az együttműködési ajánlatra, ha ezt már egy párttól kapja? Igen. Pártok között egyeztetés, tárgyalásnak van. Hát tegnap Schiffer és Mesterházy többek között egyetértett egy bizonyos alkotmányra vonatkozó, jogállamiságra vonatkozó pontban való együttműködés. A parlamenten belüli gyűlöletbeszéd meghatározására úgy van, irányuló. Úgy van. Tehát sok mindenben. Sokan azt is gondolták rögtön, hogy akkor most a pártszövetséget jelentik. Nem, de nem azt jelenti. Arról van szó, hogy pártok között lehetnek olyan találkozási pontok, amelyek mentén azok a pártok képesek, hajlandók együttműködni. Ahhoz mit szól, hogy közben meg, ugye, egy kicsit elment Oxfordba, igen, és közben egy kicsit itt a... Én elmentem Oxfordba. Már most itt van, szerencsére, köszönöm hát most szépen. Most szünet van, igen. Tehát, hogy közben elkezdték felhasználni Bajdai Gordonék lejáratására az ön személyét. Tehát, hogy már a Róna is megmondta, hogy ezekkel nem lehet, és különböző vádpontok, lásd például a devizahitelezéssel kapcsolatos az Oszkó Péternek, Bajdai Gordonnak címezett mondatai, már Bajdai Gordonék elleni vádként szerepelnek a jobboldali kommunikációban. Nem mondom, hogy kormányzati kommunikáció, ez a Civil Összefogás Fórum által szervezett különféle kiadványok, plakátok módja. Hát én nem tudom, nem követem ezeket a kommunikációkat és plakátokat és szervezeteket, úgyhogy közelebbit nem tudok mondani. Pedig kuriózum, nagy veszteség. Én, igen, hát más dolgom is van ebben az életben. De én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, és ezt nagyon komolyan mondom, hogy a devizahitelezés egy óriási, egy kolosszális erkölcsi és gazdasági hiba volt, aminek mentén egy millió ember élete szétment. Visszahozhatatlanul tönkrement. Na most nagyon sajnálom azt a hozzáállást, amit egyesek ezzel a kérdéssel kapcsolatban idáig megmutattak. Ugye Oszkó Péter azt mondja, hogy miért vonom én őt felelősségre ezzel kapcsolatban, hiszen ő nem is volt kormányon, amikor a devizahitelezés elindult, illetve... Meg azt is mondja, hogy az alatt az egy év alatt, amíg ő pénzügyminiszter volt, próbálta menteni a menthetőt. Igen. Na most erre, ugye az az egyszerű válasz, hogy én sem voltam kormányon, de 2006-ban elkezdtem, mint egy mérgezett egér szaladgálni, hogy ezt a terméket ki kell vezetni a piacról. Ebben az időszakban Oszkó Péter a legnagyobb pénzügyi tanácsadó cégnek volt a vezérigazgatója. Nem szólt semmit. Én szóltam. Aztán, mikor pénzügyminiszter lett, létrehozta a banki magatartási kódexet, ami kb. Annyit ér, mint a szentelt víz. Tehát ezeket a lépéseket, amiket megtettek, illetve egyáltalán nem tettek meg, én nem tudom tiszta örömmel, szívvel elfogadni és elismerni. És emiatt elfogadja, hogyha esetleg mondjuk Bajnai Gordonékkal szemben ön lesz az egyik aduász a kormány oldal kezében? Bajnai Gordonéknak szembe kell nézni a devizahitelezés problematikájával, és el kell ismerni, hogy ez bizony egy nagyon nagy hiba volt, és le kellene ülni azokkal a nagyon tehetséges és nagyon képzett jogászokkal és közgazdászokkal rajtam kívül, akik ennek a kérdésnek a megoldására komoly elképzeléseket fogalmaztak meg. Na, de nem ültek le. Na, majd meglátjuk, hogy leülnek-e és mondanak-e valamit. A felszólítás most ismét elhangzott öntől. Volt két éve, hát most tulajdonképpen már majd négy, de két év parlamenti időszak már talán több is, amikor az LMP felépíthette volna önmagát, és lehetett volna egy olyan harmadik erő, amelyik akár egy 2014-es választások valódi megoldást nyújthat csomó kérdésre. Mi akadályozta az LMP-t ebben, vagy miért nem sikerült a társadalmi áttörés? Az LMP alapjait tekintve egy zöld párt. Ha végignézzük Európa térképét, a zöld pártok ott a legsikeresebbek, ahol a gazdasági fejlettség a legmagasabb. Akkor rosszkor jöttek? Tehát nem pont rosszkor, egy válsághelyzetben jöttek, ami nem nekik kedvez? Nem rosszkor jöttek. Ez egy állapot. A német zöldek is átmentek egy ilyen 10 éves perióduson, ahol alig ha bejutottak ide-oda a hatalom köreibe. A zöld pártnak a lényege az, hogy az a gazdasági paradigma,
amit Európa most már 40-50 éve követ, ami a fogyasztásra épített gazdasági szerkezet, kipukkadt, nem működik. És alternatívát kell találni. A zöldeknek erre van egy válasza, hogy milyen gazdasági szerkezetet tudnak elképzelni, de ennek az elfogadtatása, kidolgozása, saját maguk által való kidolgozása és társadalmi elfogadottsága egy nagyon-nagyon kemény feladat. Ennek ellenére az LMP-nek van Magyarországon 200-300 olyan követője, aki elkötelezett környezetvédő. Ez a kemény magja az LMP-nek, és ez ott van. És ez elég? Elég, nem elég. A dolognak a lényege az, hogy ez a gazdasági paradigma, amiben most szenvedünk, és amely gazdasági paradigmát a szocialisták is, Bajnaiék is, Gyurcsányék is, és Orbánék is műveltek, nem működik. Most visszamegy Oxfordba, mert mondja, hogy már nem itt van, hanem Oxfordban. Ja. Ez már csak egy ilyen pillanatnyi állapot, hogy itt üdvözölhetjük. Ott megvan a feladata, és akkor be is fejezte? Tehát ennyit a magyar közéletről? Én nem kívánok különösebben aktív lenni a magyar közéletben. Nem igaz, hogy hátat fordítanék Magyarországnak, az nem... Azt már helyre tette, igen, azt nem a igaz, rossz információt. De különösebb szerepet én a közéletben nem kívánok, magyar közéletben nem kívánok. Tanít és kutat. Igen. Jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Azért számítunk erre máskor is. Jó.